Sziasztok! Üdvözlök mindenkit csatornámon! Ma egy májusi szerelmi kirakással jövök. Mi várható szerelmi téren májusban? Ez egy kollektív kirakás lesz, tehát általános és nem rezonál mindenkivel. Megnézzük, mi várható szingliknek és párkapcsolatban lévőknek is. Mi várható szerelmi téren májusban? Valaki továbbra is szenved, mármint hogy a múltat siratja. Valaki a múltadból nem mer kezdeményezni, vagy kommunikálni veled. Jó, ezek mind ilyen rossz kártyák. Félelmek gyötrik. Viszont egy új kapcsolat várható, ami házassággal is végződhet. Sacred Union, vagyis Szent Egyesülés. Le kell győzned a félelmeidet. Mi várható májusban? Barátok, influences, ebben a hónapban a barátaiddal töltöd az időt, akik lehet, hogy befolyásolnak téged. Healing. Gyógyulás, elengedés, bátorság és erő, légy bátor kipróbálni, belevágni új dolgokba. Egy új kaland várható májusban, lehet ez utazás is, egy új hobbi, lájt, valaki hazudott neked, titkol valamit, titkolt. Divine Feminine, ez vagy te, hogyha nőként nézed. Igazán nőiesnek fogod érezni magadat ebben a hónapban. Törődj magaddal, menj el akár egy szépségszalomba, a spába, töltődj fel. Ha férfiként nézed, akkor ölsz életed szerelme, vagy a hölgy, aki lehet, hogy hazudott neked a múltban.
Music, valami zenével kapcsolatos, ami inspirációt adhat számodra. Az is lehet, egy koncertre mész, vagy ő egy zenész, akivel dolgod van. Gambling, taking chance, megkockáztatod valaki a jelen pillanatban él, és csak a mának. Számomra ezt jelenti ez a kártya. Mi várható májusban? Ó, Istenem! Csupa rossz kártyákat húzunk. Valaki maszkot visel, és nem mutatja az önmagát, az igazi lényét. Hát ez lehet, hogy te is lehetsz, vagy a személy, akire gondolsz. Titkolja előled az érzelmeit. Május. Mert a fű az zöldebb volt, azt hitte, hogy több lehetősége van, de tévedett, mert ez a személy a múltadból. Egy harmadik személy bezavart a kapcsolatba. Ez nem mindenkivel fog rezonálni, ez a kirakás. Ez a harmadik személy, ez nem csak személy lehet, hanem munka is, vagy egyéb családi problémák. És az anyagiakban várható változás májusban. Azt hiszem, most a fókuszodat a munkára és a pénzügyekre fordítod. Lehet, hogy több pénz áll a házhoz. És biztonság és komfort. Ezt szeretnéd a következő kapcsolatodban. Hogy ez meg is valósulhat. Elég is ebből a kártyából. Kell nézzük a tarót. Elég fura kártyák jöttek most ki. Mi várható májusban? Mi várható májusban? Szimbiknek. Justice. Végre valami, ami a te javadat szolgálja. Vagyis az is lehet egy levegős elemmel lesz dolgod. Találkozol egy mérleggel. Vagy te vagy a mérleg csillagjegyű személy. Ami volt a múltban, az most igazságot szolgáltat számodra az univerzum.
Május. Valaki nagyon vonzódik hozzá, és gyorsan és szenvedélyesen közeledik feléd majd. Ő lehet egy nyilas oroszlán, vagy bak, csillagjegyű, vagy aszcendensű, bármi. Szóval tűzjegyű. Ez a személy nagyon magabiztos, határozott, karakterisztikus, karakteres, és lényegre törő. Gyorsan akar cselekedni. Mivel májusban ez. És a varázsló, vagyis minden, amit kívánsz, az beteljesülhet. Megvan minden, amire szükséged van a boldogsághoz. Összejön az, amire vágytál. Ez lehet egy jó kapcsolat, vagy egy anyagi siker, munkahelyi siker, bármi. Mi vár ránk májusban? Nagyon hosszú könyvedet. Ó, ez a személy lehet, hogy hosszú haja van, a férfi, nem olyan nagyon rövid. Intelligens, és eléggé gazdag is, vagyonos. Tehát anyagilag jól áll, és szereti élvezni az életet. Ő lehet egy pika csillagjegyű is. Földelem megjelenik ezen a kártyán. King király, az érmék királya. Biztos és kicsit lassú az. Lassú cselekvés várható. Lassú, de biztos. És még egy kártyát húzunk. Two of Wands. A személy tervez veled. Szeretne veled tervezni, utazni. Az is lehet, hogy külföldi egyesek szerint nem mindenkivel rezonál, vagy pedig tervezi, hogy találkozik veled, vagy meglátogat téged, vagy együtt elutaztok valahová. És ez a személy sok helyen járt már. Sok helyen utazott. Hát ennyi lesz mára. Most köszönöm, hogy itt voltál velem is. Feliratkoztál a csatornámra. Remélem találkozunk legközelebb is. Szép napot! Szia!